Üdvözlünk a Vacsmodzsó Magyarország csatornáján, ahol ma az Unibet támogatásával 10 olyan dolgot gyűjtöttünk össze, melyeket falakba építve találtak. Acting on a tip, investigators found 6-year-old Ricky Chekevda and his mother Shannon Wilfong huddled in this hidden crawl space. Sziasztok, én Zsombor vagyok, és ebben a videóban azokat a nyugtalanító dolgokat láthatjátok, amelyeket falak mögé rejtve találtak. 10. Wii-a tábla. Ha a Wii-a táblát találsz a házadban, valószínűleg a legjobb, ha felgyújtod a táblát és az egész lakhelyedet is. Biztos, ami biztos. Really don't want me to play, huh? No, I do. Captain Howdy said no. Egy Reddit felhasználó egy építkezésen dolgozott egy régi házban, amikor kidöntött egy falat, és élete meglepetése érte. A régi fűtési szellőzőbe szépen el volt bújtatva egy fejjel lefelé fordított Wii-a tábla. Az építőmunkás lefotózta és feltette az internetre. A tábla a kialakításából ítélve meglehetősen régi volt, de vajon miért volt a fűtési szellőzőben? As friends we've gathered, hearts are true. Spirits near, we call to you. Doris, I'm playing alone, you have to play! Ez az egyik azoknak a dolgoknak, amelyek sokkal több kérdést vetnek fel, mint amennyi választ kapunk rá. Daddy, are you here? Stop it! 9. Egy 300 éves cipő. A szegény építő és karbantartó személyzetnek meg kell szoknia a hátborzongató dolgokat. Míg 2016. augusztusában a Cambridge Egyetemen dolgozó karbantartó személyzet éppen kábeleket szeret, amikor egy nagyon régi cipőbe botlottak. A cipő az ablak mellé volt beépítve a falba, és meglepően jó állapotban volt. A szakértők a 17. század végétől a 18. század közepéig datálták a cipőt, és arra gondoltak, hogy a gonosz elűzése miatt tették a falba. You start thinking it could be some form of protection, because of its qualities. Régen az emberek cipőket helyeztek az ablakok mellé, hogy megakadályozzák a gonosz szellemek bejutását a lakóhelyre. A Cambridge-i régészeti egység szerint a cipőt valószínűleg azért helyezték oda, hogy segítsen megvédeni a főiskola vezetőjét. 8. Egy rakéta. Soha nem tudhatod, hogy mit rejt a házad. Lehet, hogy egy régi Wii-a táblát, de lehet egy rakétát a koreai háborúból. 2011-ben William Whitman átépítette Wisconsini otthonát és kiszakította a szigetelést a fürdőszobájából. Ott felfedezett egy rakétát. Megragadta azt és kivitte a szabadba, mielőtt kihívta volna a rendőrséget. Majd a tűzszerészeket ezután kiküldték a rakéta biztonságos felrobbantása érdekében. For your consideration, the Jericho. Whitman szerint az előző tulajdonos egy férfi volt, akinek fiai a koreai háborúban szolgáltak, és hoztak apjuknak néhány emléket a tengeren túlról. Lehet, hogy egy hűtőmágnest némileg biztonságosabb lett volna, mint egy rakéta. Fire! That's a goddamn heat seeker coming at us. 7. Egy gyilkos baba. Elég hátborzongató, ha egy babát találsz a falad mögött, nem is beszélve egy gyilkos babáról. A brit Jonathan Lewis leszakított egy kis faldarabot a lépcsője alatt, és hajmeresztő látvány fogadta. A kis lyukon belül egy gyűrött ronybaba volt szőkehajjal és egy kézzel írt cetlivel. So it says her name is Emily. She's lived here with the original owners in 1961. She didn't like them very much, so she murdered them with knives. A cetlin az állt, hogy a baba a 60-as évek elején megölte korábbi tulajdonosait, és meg fogja ölni a ház új lakóit is. Bármennyire is abszurd volt a dolog, Lewis nem igazán zavartatta magát. I think I'll leave her in there for the time being and let a few more people see it, and then eventually when I do the kitchen up, I'll probably take it all down and then figure out what to do with it. Az újságíróknak azt mondta, hogy a papír nem tűnik annyira réginek, és a ház ezer részét alig néhány évvel korábban újították fel. Véleménye szerint a babát egy építőmunkás tette oda, csak a poén kedvéért. I mean, you were the perfect person to buy that house, because let me tell you, if I'd have bought that house and found that, I would have been sold it long away. Gone. Long gone by now, that's for sure. 6. Rengeteg mérges pók. Azért élettelen tárgyakat, mint egy babát vagy egy cipőt találni a falban nem olyan nagy probléma, mintha a mérges pókok ezrei szivárognának a falakból. Ah!
Brian és Susan Trost 2007-ben vettek egy házat St. Louisban, de azonnal megbánták a döntést. Susan szerint a mérgező barna remete pókok csak úgy ömlöttek ki a falakból, és a probléma jelentős hatása volt az életminőségükre. A házaspár pert indított az előző tulajdonosok ellen, és a Kansas-i Egyetem biológia professzorát küldték ki, hogy vizsgálja meg az otthont. Úgy becsülte, hogy több mint 6000 pók volt a házban. Get you a good broom, get you a good shoe, and get them out of the house. A pár végül több mint 470 ezer dollár kártérítést kapott. Oh God, the spider. It's okay, it's okay. Most of them are dead. The ones Delbert didn't get are dying. Ötödik, egy gyerek. Az illinoisi Franklin megyei rendőrök egy fülesre reagálva bementek egy házba, és lehámozták az egyik fal egy darabját. Benne egy fiatal fiú és az anyja volt. In a room behind a false wall, just 12 feet by 5 feet, with a ceiling only 4 feet high, whenever visitors arrived and never allowed to leave the house. Bizonyára hátborzongató látvány lehetett, de egyben szomorú is. Shannon Wilfong gyermekelhelyezési harcon ment keresztül, és az apa Michael Csekevdiák kizárólagos felügyeleti jogot kapott gyermekük felett. Ezért Wilfong elvitte a gyereket édesanyja házába, és ott bujkált az elkövetkező két évben. Eltűnnek nyilvánították őket, és végül egy mosógép méretű rejtett szobában találtak rájuk. Wilfongot gyermekrablás büntette miatt megvádolták. Accused of locking her 6-year-old boy in a secret room for nearly 2 years was in court yesterday, and not surprisingly, the judge refused to allow her any access to her son. A felügyeleti jogot végül Csekevdiák kapta meg, Wilfongot pedig 1500 dolláros pénzbírságra és 2 év próbaidőre ítélték. Negyedik, rejtett kamerák. Tiny hidden cameras can be disguised in just about anything. Ha van valami, amitől minden ember eredendően óckodik, akkor az az, hogy megfigyelik. Egy Masaki Imaeda nevű birtok tulajdonos kiadott egy 6 hálószobás otthont az ausztráliai Sydneyben. A helyet számos rejtett kamerával is felszerelte, így láthatta, hogy bérlői intim viszonyba kerülnek egymással. What can I get you? A hidden camera for my bathroom. I suspect a certain robot of unauthorized butt brushing. Gotcha. A kamerák az élőképet a személyes fészerébe közvetítették, amely a hátsó udvarban volt. A fészerben volt egy fotel és egy tévé, nem is beszélve a különféle felvevő és tárolóeszközökről. Sorry, I was just watching. A kamerát azután fedezték fel, hogy az egyik bérlő utána nézett kicsit a tulajnak, és kiderült, hogy korábban már lebukott rejtett kamerák használata miatt. Férjével átkutatták a házat, és bizony találtak egy kamerát a mennyezeti lámpában. Harmadik, egy mumifikálódott macska. 2011. decemberében az angliai Pendle Hillben dolgozó mérnökök találtak néhány érdekes tárgyat egy füves domb alatt. Egy régész csoportot vontak be, hogy felmérjék a terepet, és ezt követően egy egész házat tártak fel. A ház egyik falában egy mumifikálódott macska volt. Pendle Hill környéke jól ismert az 1612-es boszorkányperekről, amelyek során 10 embert végeztek ki állítólagos boszorkányság gyakorlása miatt. A ház építése nagyjából erre az időre datálható, és úgy tartják, hogy a lakók élve temették a macskát a falba, hogy megvédjék a házat a gonosz szellemektől. Elég szomorú történet, de megdöbbentő régészeti felfedezés. Második, boszorkányüveg. Ha valamit megtanultunk ebből a listából, az az, hogy a tárgyak falba helyezése nagyon általános gyakorlat volt a 17. századi Angliában. Régészek éppen Londonban dolgoztak, amikor feltártak egy boszorkányüveget. A bit of cloth that's been cut to the shape of a heart and kind of pierced with pins, and then a bit of cork, a bit of human hair that were all placed inside this bottle. Ezeket a 17. században hozták létre, hogy feltehetőleg elűzzék a boszorkányokat. Ebben az esetben egy férfi azt hitte, hogy a felesége boszorkány, és egy helyi patikus utasította, hogy készítsen egy boszorkányüveget. Az üvegbe tett néhány cseppet a nő vizeletéből, néhány hajszálat és néhány levágott körömdarabot, valamint tűket, kénkövet és bört is. These were kind of medically prescribed to counteract a witch's curse or to prevent stop the witch from cursing. Ezeket az üvegeket aztán fejjel lefelé temették el, és állítólag nagy fájdalmat okoztak a boszorkánynak. Not a witch, I'm not a witch. But you are dressed as one. They dressed me up like this. And this isn't my nose, it's a false one. Mindjárt a végére érünk, viszont ha még nem tetted, ne felejts el feliratkozni, hiszen minden nap kerül ki új videó a csatornára, majd nyomd meg a kis harangomat is, hogy elsőként értesülj legújabb tartalmainkról.
Első, emberi csontok. Az egyetemek falai csak úgy hemzsegnek régi tárgyaktól, még emberi csontoktól is. 1999-ben a Harvard Holden kápolnáján dolgozó építőcsapat emberi csontokat fedezett fel az alaksor falai között. All 216 bones in the human body. There's only 206 bones in the human body. A Holden kápolna 1744-ben készült el, és a 18. század közepén reggeli és esti imákat tartottak ott. De ne gondoljátok, hogy ez valami furcsa kultikus dolog. Congratulations, skulls! On your rebirth, a skull above any other. Say it. Skull above any other. A csontok felfedezését követően kutatást végeztek, és egy meglehetősen hétköznapi, de még mindig érdekes magyarázatot találtak. 1782 és 1850 között a kápolnát anatómiai és bonzteremként használták. Az üvegedények és kémcsövek felfedezése tovább igazolta, hogy ezeket a csontokat az orvostudományi kar anatómiai tanulmányainál használták. That's disappointing. Yeah. Ti találtatok már érdekes dolgokat falakban? Írjátok meg nekünk kommentben, nézzétek meg korábbi tartalmainkat is, és ha már itt vagytok, iratkozzatok fel a csatornára!